Sziasztok, ez itt újra a Szériánál az Arabat, Szériánál az adásunk. Ezúttal nem mással fog foglalkozni, mint a Sopranos, azaz a mafiózók sorozat első évadával. Ez a sorozat gyakorlatilag a legendás sorozattá vált. Az HBO talán második igazi nagy sikere volt, az első Oz már be volt mutatva, ugye, ebben a csatornában, mind a hat évada, és gyakorlatilag a mafiózók a második igazi legnagyobb siker, és gyakorlatilag máig most már nem a legnagyobb, ugye most már Trónok harca a legnagyobb hivatalos siker az HBO történelmében, de a második legnagyobb siker még mindig a mafiózók. A mafiózókat azért szerették véleményem szerint, és az első adat is már emiatt fogják sokan megkedvelni, mert nagyon sokféle, nagyon érdekes, nagyon néhol humoros, néhol bosszúélyes, néhol őrült, néhol teljesen véres gyilkosságokat is elkövető egyénekkel találkozunk. Mindemellett a sorozat meg van füstölve már az első évadnál, és azzal az érdekes egyedi humorossággal, hogy például mondjuk a Boardwalk Empire Gangster Coaster-ra már nem volt jellemző a 2010-es években az HBO berkein belül. Az egy szintiszta, komoly, durva, valóságos, realista gangster korszakban játszódó gangster film volt. A 20-as, 30-as években, illetve az utolsó rész az 40-es években volt. Utolsó évad, bocsánat. Itt ugye viszont a 90-es években járunk, a sorozat 99-től indult egészen 2007-ig játszották, és az első évad az teljesen reflektál a 90-es évekre, gyakorlatilag majdnem ugyanakkor, vagy talán ugyanakkor is játszik, 99-98 körül kezdődik, aztán gyakorlatilag valószínűleg nem látom a többi évadot, de akkor durván egy-két év eltérés ilyen talán megy tovább az évadok vetítési idejével együtt. A 90-es évek legnagyobb filmjeire is reflektál, a Matrix azon, hogy pont kifelejtették, pedig egy évvel körülbelül a sorozat kezdés előtt kezdődött az a nagy trilógia, legalábbis az első része az ugye nagy volt, és ezt kifelejtették, viszont meg annyi más friss filmet megemlítenek, romantikus játékokat, ilyesmit, ami lényeg, a gangster filmek legjobbikát talán, a Keresztapát is, az egész trilógiát többször említik. Illetve van egy karakter, aki konkrétan úgy is néz ki, tehát teljesen utánozza Al Pacino-t. Például a kokáért, de ezt nézzétek meg magatok, ha meg fogjátok látni. Ami tényleg egy időnk ebben a humorosságban, hogy a film sorozatnak az első évada is már ez néhol eléggé durva. Tehát azért van amire véres leszámolások, és ennek ellenére mégis ott van szinte majdnem mindig részben a humor. Még az abszurd, sötét humor is, illetve van egy kis angol humor is néha, vagy a szójáték humor, és ezek a filmes utalások mindenképp jellemzik az első évadot is már. Egyértelműen ki kell emelni a színészek közül James Gandolfinit, aki Tony Sopranót alakítja, szerény véleményem szerint is, és sokak véleménye szerint élete alakítása az a szerep. Egyrészt rohadtul illik hozzá, másrészt nagyon jól adja a hát lelki sérelmekkel küzdő, illetve hát pszichológiai segítségre segítséggel elszánt Tony Sopranót. Hát ugye eleve furcsa, hogy egy gangsternek lelki problémái vannak, nehezen tudja feldolgozni a dolgokat, és pszichiáternőhöz kell, hogy járjon, és főleg a sorozatban ezt jó párszor a személyre is vetik. Nem csak felesége, hanem sokan mások mafiózó társai, ott ugye ez elsőre nagyon furcsának adhat, mondjuk a sorozatnak az első évadának a végére már azért lenyugszik ez a dolog egy picit véleményem szerint, de végig ott van emiatt is egy feszültség, sőt, egy főszál gyakorlatilag ettől indulva igazán, a feszültség igazából ettől, hát ettől erősödik, illetve Junior Soprano, akit a eléggé, a sorozatokban eléggé ismert Dominic Chianese alakít. Ő a nagybátyja a Tony Sopranónak. Juniornak szokták simán hívni. És ő az, aki hát néhol ellenpontja Tony Sopranónak olyan szempontból, hogy hát itt ugye a hatalom és a gangsteri vezetés tekintetében azért mindig is feszültségek vannak, és hát hogyha két ilyen karakter egymásnak feszül, ott szólódások alakulhatnak. Na hát ebben az évadban ez így is van. Ennél többet nem akarok mondani, de lényeg az, hogy aki kell emelnem, akkor őket, őket mindenképp kiemelném, de itt van Christopher Moltisanti, aki ugyan nem szerepel olyan sokat talán, mint ők ketten, de mégis szinte egy emlékezetes gangster karakter.
Ott van Silvio, Dante, Paul Walnut, Gualtieri, AJ Soprano, aki szintén... Várjunk csak hirtelen, bocsánat. Hát AJ Soprano is fontos karakter, de ő sem szerepel olyan sokat. Egyébként ő az egyik fiát játsza Tony Sopranónak, hát még egy fia és egy lányom van jelenleg. És Meadow Sopranos vagy Jamie Lynn Singer, tehát ő két gyermek, akik hát mégis fontos szerepet kapnak az első évadban már, de nem szerepelnek olyan sokat, mint mondjuk egyébként apjuk értelemszerűen. Akit mindenki ki kell emelni, legjobb női főszereplő díj esélyes az első évad tekintetében, nem más, mint Edie Falco, aki Carmela Sopranót, azaz Tony Soprano feleségét alakítja. Őt már ismertitek, minő csoda és meglepetés az OSZ című első HBO sorozatból. És azt szerintem ott is egész jó volt, csak kicsit sokszor parkolópályára tették karakterét. Ebben a filmben viszont ő az egyik női főszereplő. A másik Lorraine Bracco, aki Dr. Jennifer Melfit alakítja. Én mondjuk nem imádom annyira egyelőre az első adban az ő karakterét. Nem rossz, mint ugye a pszichológus nő, de nekem mondjuk az akcentus egy kicsit olyan furcsa volt. Meg igazából ő kicsit majdnem egy ilyen narrátor szerep kört vesz fel, és gyakorlatilag mindig a Tony Soprano-val való jelenetek jó sora reflektál egy adott eseményre, mondhatnám, hogy lesz egy durva esemény, leszámolás, amiben Tony Soprano akár résztvevője is, de legalább elrendelője, és utána erről is árnyalatokban beszélnek, illetve sok más sérelemről, lelki problémáról, amit leginkább ugye Tony Soprano-ra a maffia élet gondjai hoztak. És ugye ezt jó sokáig Melfi egyébként nem is tudja meg. Maximum nagyon minimálisan sejti, mert ugye a hírek azok mennek a híradóba, és elég kiutalnak arra, hogy esetleg a Tony Soprano benne van ezekben a bulikban. És a végére persze kiderül gyakorlatilag teljesen Melfinek. Mégis valahogy a viselkedése annyira szerintem változik, mint például mennyire kéne. Szóval olyan kicsit furcsa az ő karakterem véleménye szerint. Nekem nem volt kedvencem, de színészi alakításban mindenképp ki kell emelnem Edie Falco mellett egyértelműen az első évad során nyújtott teljesítményét. Egyébként, akiket most említettem, ők szerepelnek szinte, vagy azt mondjuk gyakorlatilag az összes epizódban, 86 epizódjában a sorozatnak, de azért vannak még természetesen más mellékszereplők is. Azon például Artie Bucco, nagy, aztán talán már gyerekkori, de részek pontosan gyerekkori barátja Tony Sopranónak. Na, az ő életterművel kapcsolatos események eléggé durvák. Az évad végére pedig kiderül róla egy-két dolog számára, amit addig nem is sejtett. No hát, erről most nem akarok többet mondani nektek, de ez egy érdekes feszültséget teremt. Az ő karakter szerintem egy ilyen szerethető figura. Ugye eleinte mit sem sejtő, vagy legalábbis nem akar sejteni bizonyos maffia dolgokat. Majd az évad végére hát sajnos neki is szembesülni kell egy-két dologgal. Akarja vagy sem. Ki kell emelni még a Tony Soprano anyját, akit a színésznél. Az ő karaktere is érdekes utat jár be. És nagyon jó a pszichológiai kapocs. A Soprano és az anyja között. Az édesanyja és fiú közti ellentétek, hatalom kezelés, különböző betegségeknek a negatív hatása is következménye, az időskor belőleknek, például a Alzheimer-kor, ez eléggé abszurd humorosan lett megoldva. Illetve azt is láthatjuk, hogy pszichológiai szakmában milyen gondok betegségek lehetnek anya és fia kapcsolata tekintetében. Szóval ez egy igazán érdekes személyi karakter volt az első évadban. Kencsők a másik évadban még jelen lesz-e? Remélhetőleg igen. Mert nagyon jól hozta ezt a kicsit ilyen zsémbes öregasszony karaktert a színésznő. Aztán még itt vannak például Junior Sopranónak az emberei, akik eléggé durva mafiózó gangsterek. Eléggé sok néző szerintem azonnali büntetést adna nekik, mondjuk egy fejlővést. Annyira ellenszenvesek és öndörőtőek és kegyetlenek és őrültek és sziopaták némelyikük. Hát némelyiknek lesz is vaja egyébként, ennyit elmondok. Hát azt hiszem a nézők is egyébként ezt kívánnák. Nagyon érdekes még egyébként Pussy karakter, aki csak így beszélnek. Egy duci gangster, aki nagy ősi barátja Tony Sopranónak, és vele is történnek elég érdekes dolgok.
Sőt, azt hiszem, hogy valami nem tudtuk meg az utolsó részben, hogy pontosan hova tűnt Puszi. Puszi eltűnt az első évad végén. Gondolom ez egyik nagy kérdés kör ez, és ezt majd megválaszolják a másik évadba, remélem, mert ez kicsit nyitva maradt. Ami mindenképp jellemző még a sorozat pozitívan, ez az iszonyatosan jó intro zene, és maga az intro jelenet sor végig lendületben van mind a zene, mind a jelenet sorok, és hát ugye autóval megy Tony Soprano végig a városon egészen hazáig, ötletes, főleg az, ahogy, ami megy szöveg a zenével együtt, nagyon jól illik a Mafiózók című filmhez, illetve sorozathoz. Úgyhogy én ajánlom nektek azt, hogy mindig nézzétek meg itt is az intrót, mondjuk más nagy sorozat kapcsán megéri. És szerintem a zeneválogatás is eléggé jó lett, mondjuk a stáblista zenék nem olyan jók, mint mondjuk a Boardwalk Empire-nál, Trónok harcánál, Rómánál sorolhatnám, más HBO sorozatoknál. De a film közbeni zenék szerintem nagyon jól lettek kitalálva, az ilyen jeleneteket átfestő, átvezető vagy aláfestő zenék kellően hangulatosak és dallamosak és zeneisek. Ugyebár, ami viszont nem tetszett az első évad tekintetében, remélem az egész sorozat azért nem lesz ez mindig jellemző. 13 rész volt, én ezt sokaltam utólag, ugyanis az első évadnak úgy, hát majdnem a fele 6-7 rész, ugye a közepe durván nagyon sokszor túl lassú vontatott, tényleg csak egyes karakterek játéka, illetve szerepe és karakterességet adja el egy-egy adott rész fontos részeit, és egy-egy adott részt emel fel egyébként semmi más esemény, forgatókönyvői rész, történet, vagy egyéb főszereplő karakter sorsa, események sor, ami vele történik, nem pesdíteni fel ezeket a középső részeket, ha nem lennének ezek az érdekes karakterek és nagyon jó színészi játékok. És ez nekem fáj, én azt hittem, hogy ez egy zseniális sorozatként van apostrofálva. 9.3-on áll IMDb 148.000 szavazattal, itthon is imádják, külföldön is imádják, a port.hu is imádják. Azért nekem ez egy kicsit furcsa volt, hogy az első évad nem tudta azt nyújtani, amit azért elvártam volna egy ekkora zsenialitástól. Ott van például a Róma, a Trónok harcán elitalakulat, azok is zseniként vannak az IMDb-n, sőt, az elitalakulat is, még már a Trónok harcán is ilyen 400-es szavazatoknál valami, ami sokszor még filmek se érnek el, bár most azért már manapság már lassan-lassan elérnek gyakrabban. És ugye 9.5-ös körüli értékelésekkel van, és hát gondoltam azért, hogyha ez a film is közelít hozzájuk, illetve a sorozat, akkor majd végig imádni fogom, de nem imádtam végig az első évadot, és tényleg kicsit ilyen hullámvasút érzésem volt, kicsit olyan volt, mint a Boardwalk Empire, ezt akkor az a negyedik évad, ha emlékeztek még rá, mondjuk annál persze azért jobb volt ez az évad, amelynek a közepén azért teljesen leült, és kicsit ilyen érzésem volt ennél is ennél a sorozatnál, ennél az évadnál. Az első évad persze lehet, hogy nehézkesen vezeti be az egész sorozatot, ez a legtöbb sorozat esetében így van, vannak azért kivételek, például a Róma, az elitalakot, ami ugyancsak egy évad volt, de a Rómánál, a Trókarcánál mindenki jelenti azt, hogy az első évad is végigbehúzza a nézőt, de például a Gangster Kozmán nehezen jön ezzel, és úgy látszik, a gangster sorozatok nagy hátránya egyelőre, úgy látszik az, hogy az első évad egy kicsit nehezen emészhető. Gondolom én, hogy az igazi sikert az valószínűleg később hozhatta el a sorozat. Lehet, hogy később indulnak be igazán az események, ugyanis az első évadban tényleg inkább azok a karaktereket fogjuk megismerni, ahogy mondjuk a Gangster Koza első évadának esetében, és újabb érdekes karaktereket fogjuk megismerni. És a főszereplőket pedig tényleg szinte teljesen a belejétől lábujjáig meg fogjuk ismerni, és ez azért hosszú távon jó, tehát ha megnézzük az egész évadot, akkor a főszereplők, akiket fősoroltam a fő karakterek tekintetében, tényleg teljes pozitív képet kaphatunk, és én azt mondom, hogy mégis ezzel nincs is, vagy ennyire részletesen bemutatták őket. De egyes olyan mellék karaktereknél ezt már nem annyira éreztem, akik mondjuk akár egy rész után meghaltak, vagy eltűntek, vagy mit tudom én, és ezzel csak az idő ment, az időt pocsékolták el, de konkrét olyan esemény nem indult el olyan szál, ami beindult volna egy nagy feszültséggel teli jelenet sort, vagy több részt. És ezek inkább csak kicsit eltolták a játék elejét az évadnak, de nagyon nem vitték előre, ez az én véleményem. A másik érdekesség, ami kicsit negatívan érintett engem és meglepetésként ért az évad tekintetében, az nem más, mint az, hogy sokszor egy-egy rész csak úgy in medias res elindul. Például
most csak egy apróság, például a Madonnának nem is tudtam, hogy van barátja, ez csak az egyik részben így megjelentek, és ott svároltak. De most csak egy példa volt, lehetne még sorolni, egy csomó ilyen van, hogy így bum, csak olyan dolgot látok, amire eddig semmi jel nem volt. És vagy csak esetleg én nem vettem volna észre, mert egy szekundumra volt jelen eddig, nem tudom. Lényeg az, hogy nem volt semmi fókuszpont rá. Egy csomó ilyen kis apró jelenet van, vagy például a mellékkarakterek esetében, Póli, vagy a Christopher Moltisanti esetében. Csak így bum, így ilyen in medias res-ként kezdődik egy-egy rész. Úgyhogy arra azelőtt nem nagyon utaltak. Ami alapvetően nem lenne gond, hogy egy meglepetésekkel operáló sorozatról beszélnek, egy thrillerről, nem tudom, hogy nem arról van szó. Ugyebár. És a másik pedig, ami emiatt kicsit gondot okoz, hogy nem mindegyik rész, főleg ugye a középső 5-6-7 résznél érződik, amikkel kicsit vontatottabbak, legalábbis legtöbbje, hogy nem teljesen érződött az első évad, egy teljes egész eleje, közepe, végét, vége jellemző évadnak. Tehát ami összefogja a 13 részt, az a nagy erő nem annyira érződött számomra. Az első résznél, mondjuk a másiknál, és az utolsó kettő résznél érződött. Tehát, hogyha megnézzük az első kettő, utolsó két részt, igen, van eleje és vége, de valahogy a közte lévő elég nagy 10 részes maszlag idézőjelbe, sokszor olyan volt inkább, mintha csak egy ilyen különálló részeket néznék, egy-egy érdekes karakterrel. A központban például volt olyan rész, ugye, amikor a már említett Puszi volt a középpontban, volt olyan rész, amikor a már említett Christopher Moltisanti volt középpontban, volt olyan rész, amikor csak Tony Sopranóról volt szó, volt olyan rész, amikor Meadow kapott fontos szerepet Lány foci tekintetében, és sorolhatnám. De olyan volt tényleg, mintha nem egy ilyen folyamatos történetet látnánk, ami azért a legtöbb sorozat manapság is jellemzi, hanem gangster történet kirakadva pár karakter tekintetében, egy-egy rész tekintetében, és akkor az ő soraikat nézhetjük, és az ő sorsukat, és a furcsa történéseket, és az érdekes karaktereket, akikkel találkoznak, és ennyi. Úgyhogy ezek a negatívumok, de ezen felül állnak a pozitívumok véleményem szerint. Úgyhogy ajánlom a sorozat elkezdését mindenkinek, de ne várjon olyan nagy erőt még az első évadban, 83%-os az első évadnak, nem többet, nem kevesebbet. Jó évad volt, egy jó sorozat, esetlegesen nagyon jó sorozat kezdő évada, amely tartalmazott negatív és pozitív élményeket és jellemzőket. Véleményem az, hogy minden sorozat kezdőnek ajánlott, de valószínűleg beindulni csak a következő évadokban fog. Úgyhogy ezen tőletek, sziasztok!